Újra egészségnap a Széchenyi fürdőben. Pályázható egy terézvárosi gyermekorvosi körzet. Balatonátúszás és bringázza munkába kampány. Harmadik hét a terézvárosi napközis táborban. Ösztöndi pályázatok terézvárosi diákoknak. Az országos mentőszolgálat előadása a Tegosz idősek klubjában. Pályázat a terézvárosi önkormányzat siófoki üdülési lehetőségére. Szalai Attila író a Hunyadi téri Líra.ban. Javaslattétel terézvárosi kitüntetésekre. Dancs Anna Mari színész a Hunyadi téren. Köszöntöm Önöket, Dombóvári Gábor vagyok. Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látják itt a Hatos csatornán. Változatlanul nagy sikernek örvend a Terézváros önkormányzata által szervezett prevenciós célokat szolgáló egészségnap, amelyet most 11. alkalommal rendeztek a Széchenyi fürdőben. Az egésznapos kikapcsolódáson Terézváros szépkorúi ingyen vehettek részt. A programok között volt ismét aquafitness, masszázs, táplálkozási tanácsadás, és az idén a Swing hercege Gájer Bálint előadó művész varázsolta táncparketté a fürdő területét. Terézváros önkormányzata a második egészségnapot augusztus 27-én tartja a Széchenyi fürdőben, amelyre sok szeretettel hívja és várja a kerület szépkorú lakosait. Kedden 9 órakor eljöttek a 6. kerület szépkorúi, hogy egy kellemes napot töltsenek el az egyik legnépszerűbb budapesti fürdőben. Az időjárás is kedvezett a programhoz, így egész délelőtt folyamatosan jöttek a szépkorúak. A vendégeket Császárné Csóka Ilona önkormányzati képviselő, a Humán Bizottság elnöke köszöntötte, és a hagyományokhoz híven feltette a kvíz kérdéseket, amelyek helyes megválaszolásával értékes masszázs kuponokat nyertek a résztvevők. A kérdések mind Terézvároshoz kötődtek, és minden kupongazdára talált. Lindmeier Viktor önkormányzati képviselő adta át azokat a leggyorsabbaknak. Szerintem mielőtt nekivágunk a kvíznek, megköszönöm Steindl Gabi kolléganőmnek a munkáját, aki szervezte ezt a standnapot. Persze ő rajta kívül sokan dolgoztak itt még a regisztrációval, meg a hangosítással, meg az ezzel, meg az azzal, meg az amazzal, de azt gondolom, hogy azért ennek a rendezvénynek mégiscsak Gabi az anyukája, úgyhogy egy nagy tapsot őneki, jó? Július 9-e nevezetes nap idén Terézváros életében, mert a Széchenyi fürdőbe vagyunk ismételten, a strandnapon, amit elegánsabban egészségnapnak hívunk. Számomra nagy öröm volt, hogy én köszönhettem reggel a tisztelt vendégeket, sőt a kvízt is én vezethettem le, ahol masszázsjegyeket, aquafitness jegyeket lehetett nyerni a kedves vendégeknek. Nagyon sok ismerős arcot láttam, és nagyon sok új ember is eljött. Nagyon örülök neki, hogy ilyen szép számmal eljöttünk. Remélem, remek lesz az időjárás ma, és remélem, hogy mindenki nagyon jól fogja magát érezni. A medencékben fél óránkénti kezdéssel különböző aquafitness foglalkozásokon vehettek részt az érdeklődők. A tartásjavító mozgáson kívül a vízi jógát és a pilateszt is kipróbálhatták. A masszázs kuponok szerencsés gazdáit a nap folyamán Esmaráz Andrea és Csipak Zoltán gyógymasszőrök vették kezelésbe. Táplálkozási tanácsokat Matthijsen Máriától kérhettek, és sokan éltek is a lehetőséggel. Miután Hassai Zsófia polgármester köszöntötte a vendégeket, következett a műsor. When marimba rhythm starts to play, and dance with me, make me sway, like the lazy ocean hugs the shore, and hold me close, sway me more, like the flower bending in the breeze, and bend with me, sway with me. And when you have a little way with me, and stay with me, sway with me. A hírt a Hatos csatornán hallottam, hogy az egészségnapok keretében a Széchenyi fürdőben van egy ilyen lehetőség. Mivel most lettem az idén nyugdíjas, kipróbálom, megpróbálom először életemben, hogy ingyen bejuthassak a Széchenyi fürdőbe. Én világéletemben egy aktív ember voltam, és vallom azt, hogy a mozgás az nem csak, hogy kell, hanem szükséges gyógyít. Járok edzésekre rendszeresen,
úszni imádok, úgyhogy emiatt is döntöttem, hogy ide kijövök mindenképpen. Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek újra a 6. kerületi önkormányzat szervezte és fizette Széchenyi napi programon, Széchenyi fürdő napi programon. Valójában köszönettel tartozunk a helyi vezetésnek, hogy ezt lehetővé tette számunkra. Lehet nyugodtan rázni egy csípőt, csak úgy finoman az elején még. Hiába minden trükk és csávítás, hiába jó kipróbált pillantás, parfüm és tűsarok itt már nem elég, rám nem hatnék. Minden szempontból rendhagyó volt egyébként ez a mai fellépés, valószínűleg a közönség számára is, hogy miért vagyok öltönyben egy strandon. Hétköznap ilyen időtájt, ilyen egy óra fel nem nagyon szoktam fellépni, úgyhogy mindenképpen egy különleges dolog volt. Nagyon jó volt látni, hogy az emberek itt jól érzik magukat, egy igazán vidám hangulat alakult ki, én azt gondolom, picit visszafogottak voltak azért még, de hát gyerek még viszonylag korai van, nyilván az esti órákban az ember már jobban felszabadul. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a Terézvárosi Önkormányzatnak a felkérést, bízom benne, hogy még lesz alkalmunk együtt dolgozni majd ilyen esti órákban is, és akár a zenekarral együtt. Most itt egyedül kellett elvinnem a balhét, de nagyon élveztem, köszönöm szépen. Tettes is csak mondtam kép, eltűnt és kész. Talán a legkegyetlenebb történet, ami egy gyanútlan férfival történet, és a hátterében mindig ott van a nő. Csak úgy szeniden angyali álcában, valami pokoli töltet a táncában, és a pusztítás már jóval nem tehető. Két aktív terézvárosi lakos, akikkel mindenhol találkozunk, minden programon, ami itt Terézvárosban van. Most itt vagyunk a Széchenyi fürdőben egészségnapon. Mit szóltok ehhez a kezdeményezéshez? Én nagyon örülök neki, és minden évben van kétszer is, és mindegyikre el szoktam jönni, mert mióta szép korú vagyok. Szép nem, de korú igen. És én is mindig eljövök, én se vagyok szép, de korú igen. Miért fontos nektek Terézváros? Miért szerettek itt élni? Hát én itt is születtem, nekem a szüleim is itt születtek, úgyhogy én imádom Terézvárost, és főleg most, hogy Hassai Zsófia polgármester, rengeteg program van, és olyan dolgokat, meg olyan kulturális programok vannak, igen, hogy ilyen még soha nem volt. És nagy, imádjuk az összes rendezvényt, én az összes felmegyünk, van, ahova az unokákat tudom elvinni valahova, én személyesen megyek el, hát ami mondjuk nem annyira. Te is aktív vagy, hiszen klubtag is vagy, több klubban is vagy. Klubban is vagyok, ez így igaz, imádom Terézvárost, ide születtem a Ripironai utcába, és nem is hagynám el soha Terézvárost. Most pedig itt vagyunk a Széchenyi strandon. Mit próbáltatok ki, mi a kedvenc időtöltésetek itt? Nyilvánvaló a víz, de azon belül. Én szaunázással kezdtem szárazfest, nekem az volt úgy kellemes, és akkor utána folytattam a aqua fitness volt, és akkor utána üldögélni a meleg vízbe, és nem csinálni semmit, lazítani. My little family. I'm gonna make a brand new start of it. You know a New York, yeah. Hát kultúrprogramban itt is, hiszen ezúttal Gájer Bálint előadó művész lépett föl. Hogy éreztétek magatokat? Nagyon jó, nagyon szeretem, nagyon kellemes hangja van és gyönyörű kék szeme. Augusztus 27-e lesz a következő. Számíthatunk rátok, itt lesztek velünk? Természetesen. Alig várjuk, igen. Mint ahogy
ahogy eddig mindig is, ma is meglepetés vendéggel készültünk az egészségnapra itt a Széchenyi fürdőbe. Csodálatosan kisütött a nap, ezt természetesen így intéztük korábban is, ez volt a kérés, hiszen ez azért szükséges ahhoz, hogy itt minden egyes programot ki tudjanak használni a nyugdíjasok. A meglepetés vendég Gájer Bálint volt, aki a Swing hercege, és én azt gondolom, hogy mindenki megelégedésére egészen a vonatozásig fokozódott a hangulat a zeneszámok alatt. Természetesen az egészségügyi prevenció jegyében történik ma is itt minden a 11. egészségnapon a Széchenyi fürdőben, hiszen az aquafitness, a masszázs ugyanúgy rendelkezéssel, mint a táplálkozási tanácsadás. Úgyhogy én ezúton is szeretném megköszönni a kollégáimnak, hogy ezt a mai napot segítettek megszervezni, és Stein Gabriellának pedig különösképpen. És szeretnénk, hogyha már most eljutna mindenkihez a hír, hogy augusztus 27-én lesz a 12. alkalom, amikor ismét nagyon sok szeretettel várjuk a terézvárosi nyugdíjasokat ide a Széchenyi fürdőbe. Túl vagyunk Gájer Bálint koncertjén itt a Széchenyi strandon. Hogy érzi magát? Hát nagyon jól érzem magam, és kitűnő a hangulat, ahogy a többieket is elnéztem. Vidám arcokat látok, megelégedett embereket a kerületből, és süt a nap, és jó idő van. Miért szeret Terézvárosban élni? 1960 óta lakom a Terézvárosban, a legjobb hely a világon. Éltem több helyen külföldön, Ausztriában is, Németországban, Amerikában is, de ez az igazi, a 6. kerület. Terézváros önkormányzatának képviselő testülete pályázatot hirdett Terézváros 5-ös számú házi gyermekorvosi körzetének területi ellátási kötelezettséggel működtetendő, jelenleg helyettesítéssel ellátott, tartósan betöltetlen házi gyermekorvosi körzet, házi gyermekorvosi ellátás, valamint iskola és ifjúság orvoslási feladatainak vállalkozási formában történő ellátására. A munkakör azonnal betölthető a szerződésben megjelölt időpontban. A pályázat benyújtásának és elbírálásának határideje folyamatos, amelyet postán vagy személyesen egy példányban kell benyújtani Budapest főváros 6. kerület Terézváros önkormányzat címére 1067 Budapest 5-es utca 3 szám alá Hassai Zsófia polgármesternek. A borítékon kérik feltüntetni házi gyermekorvosi pályázat. Az önkormányzat a nyertessel határozatlan idejű feladatellátási szerződést köt. A praxisjogot térítésmentesen adják át. A kiírással kapcsolatban további információ kérhető dr. Jandó Erzsébet humánszolgáltatási főosztályvezetőtől a 061-342-0923-as telefonszámon. Egészségünk megóvása elsődleges cél, amelyet a 6. kerületi polgármesteri hivatal is mindig szem előtt tart. Ehhez elengedhetetlen a sport. 2019. június 29-én a 37. Lidl Balaton átúszásnak 9724-en vágtak neki Révfülöpön, hogy végül 5200 méter úszást követően Balatonbogláron célba érjenek. A terézvárosi polgármesteri hivatal csapatának 4 tagja teljesítette a hosszú távot. Haszpra Éva, Lázok Etel, aki Sára, Mike Károly és dr. Preszlik Gábor.
A sportot kedvelő hivatalnokok 2019 májusában a 4 héten át tartott a Bringázza munkába kampányon is részt vettek. A terézvárosi polgármesteri hivatal dolgozói 2 csapattal és 5 taggal indultak el a kihívásban. Faragó Ildikó, Kunos Ágnes, Molnár Renáta, Sohár Mária és dr. Preszlik Gábor. A hivatal csapatai összesen 1080 kilométert kerekeztek össze, amely a 95. helyhez volt elegendő az 1190 induló munkahely között. 2019. szeptember 9-e és 22-e között lesz az idei második kampány, amelyen ismét tervezik a részvételt. A mai Terézvárosi magazin vendége lesz dr. Preszlik Gábor osztályvezető, a csapatkapitány, valamint Mike Károly és Lázó Ketelaki Sára versenyző. A terézvárosi napközis tábor 3. hetén az időjárás nem volt túl kegyes a táborozókhoz. Hétfőn kicsit vacogva kezdődött a nap, a gyakorlottak hátizsákjaiból szerencsére előkerültek a széldzsekik, kardigánok. A délelőtti görkorcsolja oktatáson viszont minden résztvevőről lekerült a meleg ruha. Délutánra olyannyira javult az idő, hogy az olimpiai parkot, a Benc úr kertet és a Honvéd játszóteret is meglátogatta egy-egy csoport. Másnap délelőtt az uszodát vette birtokába 3 csoport, a zenés tornászok pedig a Szamos Csokoládé Múzeumban látogattak, ahol csoki tallért is készítettek. A csoki túra annyira jól sikerült, hogy szerdán az úszók is részt vettek a programon. Az állatkert ezen a héten is nagy népszerűségnek örvendett. A hét közepén az összes csoport külsős helyszíneken járt. Az informatikusok és a zenés tornászok buszos kirándulásra indultak, és a Gödi strand melegvízű medencéjében csobbantak. A többiek a sportos vakáció programsorozaton, a Margit szigeten fociztak, az úszók pedig a Millipop játszóházban töltötték a nap nagy részét. Pénteken úsztak a Bajza úszodában, rúgták a bőrt a Városligetben, és néhányan a Tarzan parkban múlatták az időt. Remélik, hogy a jövő héten visszatér a meleg, és a szép nyári időben újabb élményekkel gazdagodnak a táborba érkező gyerekek. Stábunk a kézműves csoporttal a Csodák palotájában járt. Öveges József az 1960-70-es években megálmodta, hogy lesz egy hely, ahol játszva tanulhatnak a gyerekek fizikáról és egyéb természettudományokról. Az ő életében nem valósult meg a Csodák palotája, hiszen így nevezte el ezt a különleges helyszínt, de 1996 óta, immár 23 éve várjuk a látogatókat, játékos ismereteket szerezhet nálunk bárki, legyen szó akár biológiáról, kémiáról, vagy a hétköznapokban rejtőző tudományokról. Terézvárosi napközis tábor kézműves csoportját a Csodák palotájában értük utol. Hogy érzitek magatokat, milyen volt a heti program? Én személy szerint kiválóan érzem magamat, hiszen évek óta itt vagyok a napközis táborban. Nagyon színvonalas programokat valósítottunk meg ezen a héten is, legalábbis én úgy érzem. Voltunk az Olimpia parkban, most itt vagyunk a Csodák palotájában, a keddi napon gyerekekkel rőzsét gyűjtöttünk a Városligetben, ebből utána tutajt készítettünk, tegnap az állatkertbe látogattunk el. Volt csoport, amely a csoki gyárban volt, vagy a Csokoládé Múzeumban. A sportcsoport a Vasas pályára jár fotbalozni, folynak a csoportfoglalkozások is. Így telnek a napjaink. Neked eddig melyik volt a legjobb buli ezen a héten? Hát nekem mindegyik, nekem az, ami az egész héten nagyon jó volt. A legfeljebb a tutajkészítés.
meséljetek el a kedves nézőknek, hogy hol vagyunk most, és mit láttatok? Hát a Csodaparkban vagyunk, és én láttam az űrállomást. Én például kipróbáltam ezeket a számítógépes küldetéseket, és most ebéd után fogok kérni jegyet a 9-es 3D-s moziba. Te merre jártál? Hát én voltam még a tükör labirintusba, végigmentem, jó volt, meg még voltam a űrállomásban, még voltak ilyen tápcsövek, és abban láttam a Jupitert, a Vénuszt, a Földet. Mindenféle jó programok vannak ebben a táborokban, meg a kikapcsolódásért. Neked a héten mi volt a legjobb buli? Az, hogy folyamatosan így minden nap elmegyünk valahova néha, és akkor utána meg kézműveskedünk, és hát így csinálhatunk az anyukáknak, meg apukáknak ilyen kézműveskedéseket. Terézváros önkormányzatának képviselő testülete pályázatot hirdet a Budapest főváros 6. kerület Terézváros közigazgatási területén működő általános iskolák felső tagozatos tanulói és Budapest közigazgatási területén működő gimnáziumok, szakgimnáziumok és szakközépiskolák diákjai részére terézvárosi tanulmányi ösztöndíjra, amennyiben Budapest főváros 6. kerület Terézváros közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában bejelentett tartózkodási hellyel rendelkeznek, és családjukkal együtt a pályázati felhívás közzétételét megelőzően legalább 90 napja igazolhatóan, életvitelszerűen Terézváros közigazgatási területén laknak, továbbá nappali rendszerű képzésben vesznek részt. Az ösztöndíj egy tanévre szóló összege havi 35 000 forint. A pályázatot kizárólag személyesen lehet benyújtani a polgármesteri hivatal humán szolgáltatási főosztályának 411-es szobájában 2019. augusztus 31-éig. Az adatlapok beszerezhetők a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán és recepcióján, valamint letölthetők a www.terezvaros.hu weboldalról. Emellett pályázatot hirdetnek a szociálisan rászoruló 6. kerületi fiatalok esélyegyenlőségének biztosítása érdekében. Terézváros felsőoktatási ösztöndíjra is, amely 6 hónapra a 2019. szeptember 1-től 2020. február 28-áig terjedő időszakra szól, és 25 hallgató nyerheti el. A terézvárosi felsőoktatási ösztöndíj összege havi 40 000 forint. A pályázat benyújtásának határideje 2019. augusztus 31-e. Az ösztöndíjakról a 061-342-75-82-es telefonszámon lehet érdeklődni. A Terézvárosi Gondozószolgálat Benczúr utcai idősek klubjában mindig is nagy hangsúlyt fektettek a különféle egészségvédelmi, egészségmegőrzési előadásokra.
Ezt kiszélesítve első alkalommal sikerült az országos mentőszolgálat munkatársát, Ötvös Dániel mentőtisztet felkérni, hogy hogyan segíthetünk címmel egy hasznos és interaktív előadáson beszéljen a klubtagoknak az országos mentőszolgálat munkájáról, az első segélynyújtás fontosságáról és lehetséges módjairól. A klubtagok nagyon érdeklődők voltak, és sok hasznos dolgot eleveníthettek fel, illetve új ismereteket is szerezhettek a témában. A mai Terézvárosi Magazin vendége lesz Király Melinda klubvezető, valamint két klubtag. A gondozó szolgálat meghívására érkeztem, hogy beszéljek egy kicsit az itt jelenlévőknek arról, hogy maga az előadásnak az volt a témája, hogy hogyan segíthetünk. Az előadás két részből állt. Az első részében kicsit általánosan beszéltünk első segélynyújtásról, hogy hogyan tudunk mi beavatkozni, hogy mit várhatunk el a másik embertől, és a második részében pedig szó volt arról, hogy amikor mentőt hívunk, hogy milyen mentőegységek vannak, mire számíthatunk a mentőellátás kapcsán. Tehát, hogy átbeszélni olyan dolgokat, amik esetleg ugye itt idősekkel foglalkoznak, és az idősek ugye gyakran kerülnek kapcsolatba az egészségügyel, hogy kicsit eloszlassunk olyan félelmeket, ami esetleg bennük lehetett, vagy jobban megismerjék, hogy ne féljenek annyira segítséget kérni, hogy közvetlenebb legyen a kapcsolatuk ezzel a rendszerrel. A hallgatóság részéről több kérdés is felmerült. Olyan témákban, mint például a légúti idegentest esetén, hogy mit kell csinálni, ha valaki félrenyel, beszéltünk arról, hogy hogyan kell légutat biztosítani akkor, hogyha valaki eszméletlen, beszéltünk az újraélesztésről, illetve a cukorbetegségnek az ellátásáról is, illetve szó volt magáról a mentőszolgálat működéséről, saját élményeket beszéltünk át, hogy amikor valaki mentőellátásban részesül, és ezt a felmerülő kérdésekre adtunk így választ. Az országos mentőszolgálattól Ötvös Dániel mentőtiszt látogatott ma el hozzánk. Nagyon izgalmas és érdekfeszítő előadást tartott klubtagjainknak, amelyben nagyon sokféle kérdésre nagyon spontán tudott válaszolni. Hál' Istennek őt már semmilyen életszerű történet nem rettenti el, mivel aktívan mentőzik, ezért mindenféle élethelyzettel kapcsolatos kérdésre nagyon szépen és hatékonyan tudott válaszolni klubtagjainknak. Nagyon érdekfeszítő előadást tartott ez a fiatalember nekünk, hogy kell mentőt hívni, mit kell tenni a mentők megérkezéséig a sérültekkel. Legközelebb is szeretettel várjuk Dánielt vissza az előadásra, és addigra fölkészülünk esetleges speciális kérdéseinkkel, ami az életkorunkból és a élethelyzetünkből adódik. Budapest főváros 6. kerület Terézváros önkormányzat képviselő testületének humán bizottsága pályázatot írt ki a kerületi szociálisan rászoruló gyermekeket nevelő családok, személyek és a 62. életévüket betöltött terézvárosi lakosok 2019. évi üdültetésére az önkormányzat siófoki üdülőjében, amely a város belterületén, az Ezüstparton, a parttól mindössze 140 méterre található. A turnusok heti váltással folyamatosan november 4-ig tartanak. Az üdülés 6 éjszakás, kedden 10 órától hétfőn 10 óráig. A jelentkezők elhelyezésére 11 szoba áll rendelkezésre. Az elérhető szolgáltatások szállás, reggeli, medence és wellness használat. Az üdülő igénybe vételének kedvezményes díja 62 év feletti felnőtt részére személyenként napi 2000 forint. 18 év feletti felnőtteknek szintén 2000 forint, 18 év feletti tanulmányokat folytató gyermekeknek 1500 forint, míg a 6-tól 18 éves kori gyerekeknek 1000 forint per fő per éj. Az üdülő használat 6 éven aluli gyermekek számára ingyenes. A 400 forint per fő per éjszaka összegű idegenforgalmi adófizetési kötelezettséget az önkormányzat átvállalja.
Az üdülési lehetőség feltételeiről bővebb információ olvasható a www.terézváros.hu weboldalon. Pályázni személyesen a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztályán lehet a 6. kerület 5-ös utca 3 szám alatt. A Magyar Napló gondozásában jelent meg 2018-ban Szalai Attila Lengyel földön emlékek, naplók 1976-1990 című kötete, amelynek első bemutatója a Terézvárosban működő Lengyel intézetben volt, amelyet terézvárosi bemutatója követett július 10-én a Hunyadi téri Lira.pont kávézóban. A rendezvény házigazdája Simonfi Márta alpolgármester, a szerző beszélgetőtársa Kovács István költő, író, műfordító, polonista volt. Szó volt többek között a szerző Lengyelország élményeiről, a Szolidaritás szakszervezetről, II. János Pál pápáról és a varsói felkelésről is. Szalai Attila író, újságíró, műfordító, volt diplomata, 1976-ban nősült meg, lengyel felesége révén került Varsóba. Lengyelországi tartózkodása idején naplót vezetett, lejegyezte a fontos történelmi eseményeket és személyes élményeit, gondolatait. Ez a terézvárosi könyvbemutató, aminek a hőse lehettem itt a Lira.pont kávézóban, ez valami egészen csodálatos élményt jelentett a számomra. Ugyan a könyv premierje a szintén terézvárosi illetőségű lengyel intézetben volt, de az, hogy az önkormányzat külön felfigyelt erre a könyvre, és akikkel itt sikerült szóba elegyednem a könyvben, az itteni mostani könyvbemutató kapcsán, mind valamilyen pozitív módon reagáltak a lengyel-magyar kapcsolatokra, melyeknek egy jelentős szakaszáról szól a könyvem, hiszen a kommunizmus utolsó 15 évének a lengyelországi eseményeit dolgozza fel egy napló esszékötetként. Számomra ez volt a legmeglepőbb, nem számítottam arra, hogy ilyen élénk és értő érdeklődés fogja kísérni ezt a könyvet, mert a Lengyel Intézetben ugye természetes, de az, hogy egy, hogy is mondjam, civil környezetben, tehát nem a polonisták és egyéb állatfajok belterjes világában, hanem egy teljesen nyitott rendezvényen ilyen élmények érjék a szerzőt, az egészen kivételes dolog, és ez itt a reklám helye Terézvárosnak, Terézváros vezetésének, kulturális vezetésének, polgármesterének, mindenkit, akit illet, nagyon szépen szeretném megköszönni. És azt külön, hogy aki a könyvemből részletet olvasott fel, egy Krisztina nevű hölgy, azt képzeljék el, hogy hát én azért kemény embernek tartom magamat, de az a részlet, amit felolvasott, az egyébként is egy ilyen, vagyis elég érzelmi töltés, elég nagy érzelmi töltéssel rendelkező szakasz, de olyan professzionálisan olvasta fel, hogy sikerült a saját szövegemmel megríkatnia. Hát ez az élmény fog nekem örökre megmaradni ebből a könyvbemutatóból. Azt hiszem, hogy mint mindig, de most is nagyon örülök, hogy a Hunyadi téren egy író-olvasó találkozót tarthatunk, és olyan két embert sikerült meghívni, mint Szalai Attila és Kovács István, írók, publicisták és kulturális szerepet betöltő emberek voltak, méghozzá a lengyel-magyar kapcsolatokat építvén és erősítén Varsóba és Krakóba. Fantasztikus személyes élményeim is kötődnek hozzájuk, hiszen akkor még művészként és a művészeti szervezet elnökeként volt módom és lehetőségem velük külön olyan értelemben dolgozni, hogy a magyar képművészetet és a lengyel képművészetet egyszerre tudtuk bemutatni, hol Varsóban, hol Krakóban, hol Budapesten.
olyan időszak volt, és olyan időszakot éltek ők át, ami itthon is, és ami Lengyelországban is a szamizdat ideje volt. És azt hiszem én is, mint majdnem korosztályuk, hogy ez bennünk, vagy ebben a korosztályban ez hihetetlenül megmaradt és élt, és ezek a kapcsolatok pontosan ezért sokkal többek annál, mint a 90-es évek után, 2000-es években már mindezt szinte elfelejtettük. Tehát az a lengyel-magyar barátság, amit ők vallanak, és nem csak irodalomként, hanem történészként, hanem emberi élményeikben, amit megosztanak velünk, azt hiszem, hogy sosem szabad elfelejteni. Tehát a lengyel-magyar barátság nagyon sokan alakul, de az, amiről ők beszélnek, azon is ténylegesen és komolyan lehetően. Köszönöm szépen! Budapest főváros 6. kerület Terézváros önkormányzata képviselő testületének rendelete az önkormányzat által adományozható elismerő címekről és kitüntetésekről tartalmazza a Terézváros díszpolgára cím, a Terézvárosért, a Terézváros mestere és a Terézváros sportolója kitüntetés adományozásáról szóló eljárási szabályokat. Az írásbeli, indoklással ellátott javaslatot 2019. augusztus 15-éig nyújthatják be a polgármesternek az 1067 Budapest 5-ös utca 3 szám alatt, ugyanúgy, ahogy a Fromm Pál emlékérem és a Terézváros szociális segítőjének emlékérem kitüntetetjeinek felterjesztését. A Fromm Pál emlékérem átadására minden év októberében, míg a Terézváros szociális segítőinek emlékérem átadására minden év novemberében a szociális munkanapja alkalmából rendezett ünnepségen kerül sor. Bővebb információ a www.terezvaros.hu weboldalon található. Erdély egyik legismertebb művésze adott koncertet szombaton 18 órától a Hunyadi téren, ahol a Térzene Zenetér sorozatban Dancs Anna Mari volt a fellépő. Az Operett Színház vezető szólistájaként olyan nagy sikerű darabokban játszott, mint a Miss Saigon, az Ének az esőben, a Rebeka, a Csárdás királynő, a Lili bárónő, és még sorolhatnánk. Színházi munkásságának elismeréseként 2012-ben csillagdíjjal, 2013-ban a legjobb szubretnek járó Bársony Rózsi emlékgyűrűvel, majd 2015-ben az év operett színésze díjjal tüntették ki. Századszor kérdezem újra és újra, mert mindig jó veled. Ahogy a válasz most rád találna, a szívemből feled. Érted, még sír az a pillanat, túl könnyen búcsúztál. Igaz a szó, úgy rohannék hozzád. Titkolni nem akarom, ő nagyon kell, szívemről szeretem, ő soha nem rejtem el. Én nagyon meglepődtem, mikor idejöttem, mert nagyon rég jártam itt a Hunyadi téren, és akkor még én is a 6. kerületben laktam itt a Paula jedében. És nagyon nagy meglepetés volt, hogy ilyen szép környezet fogad. A mai délutánra, vagyis hát kora estére operetteket, műzikes lágereket, nosztalgias lágereket készítettem elő. Mind olyan dalokat, amelyet, hála jó Istennek, úgy látom, hogy vegyes közönségünk van. Szóval remélem, hogy mindenkinek a kedvére tudok majd énekelni és szórakoztatni a kedves jelenlévőket. Számos kitüntetést kaptál már a Budapest Operett Színházban. Mit jelent számodra a színház és a zene?
Én a Budapest Operettszínháznak most már idén-nyáron lesz, hogy 9. éve vagyok a társulati tagja, és hát az elmúlt évben tényleg rengeteg nagyon szép feladatot, szerepet, turné meghívást, illetve hát ilyen szakmai elismerést is kaphattam a színház által, ami egyrészt egy nagyon jó visszajelzés arra, hogy megbecsülik az embernek a munkáját. Talán ennél is értékesebb az, hogy a közönség az a szeretettel viszonyul, eljönnek az előadásokra, ha ilyenfajta fellépés vagy kisebb koncertek vannak, akkor ott is érezzük azt, hogy rajongók és pozitívan viszonyulnak a műsorunk, illetve a lényünk iránt. Ez mind nagyon-nagyon jó egy előadónak, mert ebből tud táplálkozni. Te rongyos élet, bolondos élet, mitől tudsz olyan édes lenni, mint a víz? Te rongyos élet, bolondos élet, összefogod és a rendben megész. Zajt le, és veszi édes, és amit válaszol, az is szép lett. És a zene, hát hogy mit jelent, ez egy nagyon-nagyon bőven kifejthető válasz tudna lenni. Tulajdonképpen az életemet jelentette bizonyos pontig, addig, amíg a kisfiam megszületett. Ugye én nagyon korán kezdtem el énekelni, 9 éves kislány voltam, amikor népdalénekesként jártam be a Kárpát-medencét, ez még odahaza Erdélyben volt, aztán 10 évesen könnyű zenét énekeltem, és hát szépen fokozatosan így én is megkomolyodtam, és a komolyabb zenében teljesedett ki a pályafutásom. Tényleg erről szólt nagyon sokáig az életem, most is, viszont az első helyet most jelenleg az én kisfiam tölti be a boldogság listán, ami nem voltam anyuka, nem gondoltam volna, hogy egy kisgyerek ennyi örömet tud jelenteni. Most már azt mondom, hogy anyukaként másképp látom a művészvilágot, másképp élek meg nagyon sok mindent a színpadon, és ez nagyon jó érzés. És természetesen nagyon fontos a színház, ugyanolyan fontos a zene is számomra, de nyilván azért anyukaként ezt egy nő másképp látja. Pilli bábos hordvágyon, egy kis kurta kocsma út. Igen, éltem a 6. kerületben, először a Dezsőfi utcában, majd a Paulai erdébe költöztem, és ott a Liszt Ferenc tér környéken imádtam, úgyhogy én örülök, hogy most itt ezen a csodás délutánon a Terézváros önkormányzata lehetővé tette, hogy így szemtől szembe énekelhetek a terézvárosiaknak. Kedves nézők, megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látták itt a 6-os csatornán. Hívjanak minket, írjanak nekünk a képernyő látható elérhetőségeken. Legközelebb a szokott időben, egy hét múlva ismét találkozunk. Addig is minden jót, a viszontlátásra!